tisztázni kell, ami egy kisebb hullámokat vett föl. Ez a szakmai gyakorlati időnek a átdolgozása 2015. március 1-i határozat. Ugye mindenki tudja és mindenki emlékszik rá, hogy 2013. március 31-ig volt ilyen megállapodásunk a más tartal, hiszen akkor elhittük azt, hogy az akkori humán igazgatóval kötött egyességünk nyomán ez a megállapodás meghosszabbítható, hiszen akkor abba állapodtunk meg, hogy azért kötjük csak egy negyed évre ezt a megállapodást, mert megalakul a már Start integrációjával az egységes vállalat, és akkor ki fogunk dolgozni egy új ösztönzési rendszert a mind a három beintegrálódott társaságra. Ugye meglepetésszerűen ért minket, amikor ezt a humán igazgatót a dátum napján beváltották, és eltávozik a más tartón. Majd közölték velünk, hogy mivel nincs ilyen megállapodás, ilyen kötelezettsége nincs munkáltatónak, hogy ezeket kifizesse. Emlékeztek rá, akkor a vasutasok szakszervezete, vagy ezt a szolidaritási kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a munkáltatónál, aminek az lett a végeredménye, hogy ha nem is abban a formában előtte működött, és nem is megállapodás alapján, hanem a munkát, mivel nem tudunk megállapodni a részletekre teljes mértékben, a munkáltató azt vállalt, hogy egy oldalú például egy oldalú intézkedésként végrehajtja azt a bózót, ami volt. És ez ugyanúgy folytatott 2014-ben is, egyetlen egy évben sem volt ebben megállapodás, egy oldalú munkáltató intézkedések voltak. Abban volt megállapodásunk, hogy további tárgyalásokat folytatunk az érintett munkakörökről, az érintett munkaköré lista bővítéséről, szűkítéséről, a rendszer átdolgozásáról, még itt meg lettek említve különös tekintetben, hogy a vezényelők akkor ebben a kérdésben. De ebben sem volt egyesség, majd eljött a 2015, hogy semmilyen megállapodás nincs, tehát a munkáltatónak semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy ebben bármilyen lépést tegyen. És egy olyan ajánlatot tett felénk, hogy a utazói munkakör bérrendezésének a javítására kívánja felhasználni ezt a teljes összeget. Tehát a vezető jegyvizsgálók és a nemzetközi vezető jegyvizsgálók javítására kívánja felhasználni ezt az összeget, úgy, hogy azonos szintre szeretnék felemelni a jegyvizsgálók minimálbért, mint ebben a kocsivizsgálók minimálbért felemelése jelentett az előző évről, hogy 4000 forint alapbéresítésével, hogy mindenkinek alapbéresítették a 4000 forintot, és akinek nem érte el a jövedelme a 142.000 forintot, ott meghatározták a kocsivizsgálat minimálbért. És hogy ugyanerre a szintre szeretnék felemelni a jegyvizsgálat munkaköröknek a összeget. És akkor mi azt mondtuk, hogy ez lehet, hiszen ez az összeg nem volt csak arra a körre volt felhasználva. Ezért föl kell használni a pénztárosi munkakör családra is, a kocsivizsgálókat is kell, hogy ebből kapjanak, és a jegyvizsgálóknál is úgy kell ezt felhasználni, hogy egy bizonyos szint fölött ne tolódjanak össze a munkaköri kategóriák, hiszen ezt már egyszer megértük, amikor egy kategóriával följebb került a munkakör, és akkor hogy rengetegen úgy gondolták, hogy a szolidaritás érzését nem hatottívá téve ők rosszabbul jártak, hiszen a mögöttük lévő kollégák messzebbre kerültek. És pontosan amiatt, mert a kocsivizsgálóknak ugye az 1500 forintos alapbéresítés, ami durván ugye 10 hónapra történt, ez a műszakpolitika gyakorlatilag egy 20 forintos juttatást jelent, ezért csökkent a jegyvizsgáló 142.000 forintos összege, 134-re a nemzetközi jegyvizsgálóké, és 130-ra a vezető jegyvizsgálóké. És ugye a pénztárosi családban is ugye van két különbség, ott, hogy ki milyen hierarchiában van a pénztárosok között. És gyakorlatilag ennek a tárgyalásnak a végeredményeként alakult ki ez a megállapodás, ahol azt kell tudni, hogy például a sima jegyvizsgálók nem kapnak semmilyen emelést. Hiszen a munkáltatónak az a célja, hogy aki képes arra, hogy vezetőjegyvizsgálva legyen, az vizsgázó le, és kapja meg, majd akkor megkapja ezt a juttatást, már
így dolgoztak és valamilyen tiszta minősítésre kerültek, az ő sorsukat rendezni fogja a munkáltató. Ez ügyben egy külön újabb megállapodási csomag van, ami egy más dologról szól, de ebbe bele fogjuk illeszteni. Ezt gyakorlatilag nem lehet több mint 100 fő ilyen a hálózaton, hiszen 300 ilyen vizsgáló van, és ez egy olyan három részt osztható, hogy az, aki most új felvételes és nem tud bevizsgázni, aki itt van, levizsgázhatna orvosra, amit alakal, mert nem akar levizsgázni, és van egy olyan réteg, ami igen, már lehet, mert is vizsgázott, csak hogy visszakintették az orvosi alkalmazottság miatt. Úgy sajtszoljuk be ezek követően a 100 főt lesz ki, de erre ígéretet kaptunk a bármilyen asszonytól, hogy ezek sorsát rendezünk. Tehát én azt hiszem, hogy ebből a történetből a legoptimálisabbat tudtuk kihozni. Azt gondolom, hogy mindenkinél van egy minimális veszteség, de mindenki belekerült ebbe a körbe. Én ezért gondoltuk azt, hogy ezt a megállapodást alá kell nyitnunk, hiszen akkor a munkáltató egy oldalon is intézkedik. És ezeket pedig már szeretnénk elkerülni, hogy minden ilyen intézkedés, munkáltató egy oldal intézkedés is legyen, hiszen akkor még komoly dolgokat sem tudunk benne megváltoztatni. Hiszen utána a hajtó intézkedés csak azt tesz, amit akar. Tehát ez a valós története a teljesítményértékelés rendszer gyakorlatilag alapértesítése. Az egy nagyon helyes és normális folyamat, hogy alapértesítsünk ilyen pénzeszközöket, mert amikor a munkáltatón múlik, hogy ő mit tesz fel, akkor csak adható és kapható, és a legfontosabb az alapérlet, azt nem nehéz visszavenni, arra gondolom a pótlékok, és egy következő emelésnél az már egy bázis képező, tehát minden nagyobb számnak a bármilyen szorzata sokkal magas. És jövőben is arra fogunk törekedni, hogy bármilyen intézkedés lesz most már, az alapért próbáljuk tovább forszírozni.